A békétlenség bék jó a földön. Békejelet kaptak, akik békét adtak Afganisztánban. Hazánk NATO csapatainak meghatározó szerepvállalása elsősorban az, hogy megfelelő szakmai és logisztikai segítséget nyújtsanak a missziókban. Nagyon kiválóan vizsgáztak katonáink. Megmondom őszintén, ott voltam Kaposváron, amikor az ő kibocsátójuk volt, körülbelül fél évvel ezelőtt, hiszen onnan mentek el a nemzeti támogatóelem nagy része, teljes állománya. Én azt kértem, hogy épségben jöjjenek haza természetesen, és mindenki boldogan a családja körébe újra tudja élvezni majd az itthoni, megszokott európai légkörű életet itt Magyarországon. A műveleti területeken a biztonságpolitikai kihívások nem egyszerűek. Hatékony együttműködés kell ahhoz, hogy megbirkózhassanak a mostoha körülményekkel, és ott nyújtsanak jót, illetve kiválót, ahol már az elégséges is kevés. Az én általam vezetett alegységnek az volt a feladata, hogy logisztikailag támogassa azokat a katonákat, akik Afganisztánban szolgálnak, együtt és együttműködve az ott települő NATO erőkkel. Én úgy érzem, hogy ezt a feladatot sikeresen hajtottuk végre, és a NATO részéről is olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy megfelelő volt az a tevékenység, amit mi a csapataink támogatása érdekében végrehajtottunk Afganisztánban. Zentai Károly százados most indul Afganisztánba, hogy bizonyítsa, a magyar honvédség képes és tehet is azért, hogy a missziókban uralkodó szigorú követelményeknek is megfeleljen. Kibocsátó ünnepség meg az elbocsátó ünnepség szerintem mind a kettő hasonló súllyal bír a katonának az életébe, aki hazajön vagy kimegy, pláne ezekben az időszakokban, amikor lehet hallani, hogy Afganisztánból jönnek ugye rossz hírek is, és az emberre ez mindenképpen egy terhet rak a vállára, és hát én is megbecsüléssel nézem a többieket, akik már végrehajtották a missziójukat. A legfontosabb rövid mondat egyébként nem hangzik másként, és ez nem üres szólam, hazámat szolgálom.